Szasztopatik! Mai adásunkban Magyarország legnépszerűbb, legolcsóbb és legkönnyebben beszerezhető stúdió vakujáról lesz szó, ez nem más, mint a villanykörte. Nevét a villan szó felszólító módjából kapta, így hát viccesen az lett a neve, ugye, hogy villanykörte. Maga a szett tartalmaz egy állványt, normál foglalatos állványt, egy 80 centis áteresztőernyőt, magát ugye a körtét, egy szinkron csatlakozót, illetve egy normál dugaljas, normál foglalatos tartót a körtéhez. És ha már villanykörte, akkor elmondom, hogy ez a villanófej egy szabvány E27-es menettel rendelkezik, így nem csak a saját foglalatába tudjuk becsavarni, hanem igény szerint akár egy csillárba, vagy egy állólámpába is, hogyha szeretnénk egy picit a stúdió világítástól elvonatkoztatni, és egy kicsit extrémebb módon használni magát a villanyszettet. Kioldását tekintve kétféleképpen tudjuk a fényképezőgépünket szinkronizálni, az egyik a már említett szinkron csatlakozó, ami amúgy másfél méter hosszú, rémetszerű a dolog, az egyik végét a gépnek a szinkron csatlakozójába, a másikat pedig a villanykörtének a szinkron csatlakozójába kell dugni. Mivel a legtöbb belépő szintű fényképező nem tartalmaz szinkron csatlakozót, ezért azt vagy egy vakupapucs adapterrel pótoljuk, ami kreál egy szinkron csatlakozót a gépre, vagy pedig ennek hiány a másik kioldási módjával fogjuk szinkronizálni, ez pedig egy infraérzékelő. Ez az infraérzékelő vagy külső vakunak a fényére fogja elvillantani a villanykörtét, vagy pedig egy infra kiódóval tudjuk ezt a dolgot szinkronizálni. Ezt a külső vaku fényére kioldást úgy kell elképzelni, hogy amikor a fényképezőgépünk exponál és a saját vakuját elvillantja, azzal együtt egy időben a villanykörte szett is el fog villanni, így vezeték nélkül tudjuk rávenni, hogy pontosan az exponálás pillanatában tegye a dolgát. És mivel Szilárd összeálltotta a szettet, ezért ezt az utóbbi infrás vakus kioldást fogjuk nektek megmutatni, hogy hogyan is kell egy belépő szintű fényképezőgépet beállítani, hogy együtt tudjon működni a Microsoft villanykörtével. Úgyhogy lássuk a gyakorlatban. Még mielőtt a Szilárd belemenne a beállításoknak a részleteibe, addig elmondanám, hogyha bekapcsoljuk a villanykörtét, áram alá helyezzük, ezt egy zöld visszajelző lámpa mutatja nekünk, hogy ő megkapja megfelelő 220-as ellátást, és egy narancssárga visszajelző lámpa fogja nekünk azt mutatni, hogy készen áll a villanásra. Ami még egy picit talán hátrányos lehet, hogyha a szinkron kábele használjuk, ő az infraszenzorral akkor is figyeli a külső villanásokat, így hogy esetleg egy olyan helyen használjuk, ahol több fotós villogtat egyszer, akkor ő hajlamos arra, hogy a szomszéd fotós villanását figyelembe véve egy picit elsüti saját magát. Ez kellemetlenséget jelenthet, de hogyha amatőrként otthon egyedül használod, akkor biztos, hogy nem fogsz ilyen problémába ütközni. Így van, úgyhogy térjünk is át a beállításokra. Ugye mindenképpen ki kell emelni, amit már sokat emlegettünk, a belső vaku használata. Tehát első körben mindenképpen azt kell beállítani, hogy manuális beállításokra menjünk a vakunál, és ott lehetőleg 1.32-re, illetve ameddig engedi a gép, levenni a vaku fényerejét, hogy lehetőleg elsősorban csak a villanykörte fénye mutatkozzon a fényképen, ne maga az, amit a géppel elkészítünk. Az ISO-t vegyük le legalább 200-ra, hogyha ezzel megvagyunk, utána a rekeszt F11-re kell állítanunk, körülbelül, de ezt majd úgyis ki kell kísérleteznie mindenkinek, illetve a záridőt 1/200-ra. És most, hogy ezzel elkészültünk, lássuk a képet. Ezen a képen láthatjátok, hogy a árnyék nincs a falon, és csak az oldalról érkező fény az, ami dinamikus magán a képen. Itt innentől kezdve ugye tudjátok állogatni, még jobban egy kicsit nyitok a rekeszen, tehát hogy még fényesebb legyen a kép, vagy bármi, illetve aki bátortalanabb és nem meri annyira a gépbeállításait használni, annak tudjuk tanácsolni, hogy magát a villanykörte szettet a modellhez közelebb, illetve távolabb pakolgassa. Úgyhogy szerintem ennyi volt már a mai adásunk. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeket, ha látottakkal, hallottakkal kapcsolatban a kérdést, óhajt, sohajt, panaszt, kérjük a komment szekcióban elhelyezni. Én Németh János Szilárd voltam. Én pedig Farkas Bence. Legközelebb újra találkozunk. Szevasztok! Szevasztok!